A művészet színe változása. A két világháború kitörölhetetlenül rányomta bélyegét a XX. századra. Az emberi életben, szellemiekben, anyagiakban okozott veszteségről, könyvtárakat írtak tele vallomások garmadát gyűjtötték össze. Filmek ezreit vetítették vászonra. De a teljes kép, ha ilyen egyáltalán készülhet, még soká várat magára. A régi világ összeomlása azonban nem csak a politikában, hanem a képzőművészetekben is megmutatkozott. A hagyományos, képzőművészeti irányzatokat elutasító ideológia körvonalait a liberális kommunista Louis Aragonnak a La Revolución Surrealiste negyedik számában megjelent tanulmánya vázolta. Mindent legyűrünk, és tönkretesszük azt a civilizációt, amely oly kedves nektek. Nyugati világ, Halára vagy ítélve! Mi, Európa defestái vagyunk! Mindenütt életre hívjuk a zűrzavar és a baj csíráit! Nekünk jó minden barikád, minden békjó, mely átkozott boldogságotokat gátolja! Had szakadjon országainkra, a kábítószer kalmárok sisere hada! Mi vagyunk azok, akik mindig az ellenségnek nyújtjuk kezünket. A beszámolók szerint a szürrealista tudós értekezleteken ködös, introvertált előadások hangzanak el, amelyeken a lázadás, az érzékek zűrzavara, az ész vigyora, az akasztófa humor, a sátánimádás folyton visszatérő fogalmak. Van egy pont, állítják az ideológia képviselői, ahol az életet és halált, a valót és a képzeletbelit, a múltat és a jövőt, a kimondhatót és kimondhatatlant, a magasztost és alantast többé már nem ellentétesen kell szemlélni, azok valójában összeillenek. Új léttartalmat fejeznek ki. A perverz eszme egyik képviselője nemrég azt nyilatkozta, hogy a legegyszerűbb szürrealista tett az, ha az ember fegyvert fog és vaktában lövöldözni kezd a tömegre. A törvény tiltja ugyan az ilyen fellépést, de az határozott jeladás az idejét múlt civilizáció felszámolására. Ez az agyrémnek tűnő irányzat nem maradt meg a párizsi iskola keretei között. Előbb Belgiumban, majd Svájcban, Csehországban, Angliában, sőt, még Japánban is elterjedt. Az Egyesült Államokban pedig egyre nagyobb teret hódít. Az olvasó talán fejét csóvája és kérdezi egyáltalán miért kell erről a rém irányzatról említést tenni. Többnyire azért, mert a szabados szellemben felnövő nyugati fiatal nemzedékek körében ezek a világrendet felforgató eszmék termékeny talajra találnak. Az utóbbi amerikai elnök választás alkalmával keletkezett anarchia, tömeghisztéria, nem ezt igazolja? A hosszú heteken át tomboló erőszak hullám majdhogy nem megbénította a világhatalmat. A romboló szellem számos nyugati színházat is hatalmába kerített. Trisztán Csárám, román származású, Párizsban élő dadaista ideológus, Kiáltványában hadat üzent minden hagyományos színházi kultúrának. A rombolást, a káoszt állította művészete középpontjába, létrehozva a tagadás magatartás formáját. Botrányba fulladó színpadi előadásokon, konzerves dobozokat, kulcsokat összecsapkodva szórakoztatták a közönséget és a felháborodott nézők kiabálása közepette verseket, újságcikkeket olvastak fel, vagy éppen fogat mostak a színpadon. Értelemtől függetlenített, esztétikától mentes hatást akartak elérni, ami olyannyira sikerült, hogy a közönség kifütyölte őket, és harsány hangon követelte a színészek, Távozását. Egyik absztrakt festő, szobanagyságú vásznain, négy kézláb mászva csapkodja szét vödréből a festékeket. A megdöbbenő szemlélő kérdésére így válaszol: Szépnek sikerülhet valami véletlenül is. A művész igyekezete nem biztosíték arra, hogy műve kiváló lesz. Az absztrakt művészt semmi nem hozza zavarba. Könnyedén érvel. Miért korlátozza magam azokra a képzetekre, érzésekre, amelyeket a látvány kelt bennem? Az én képeim is érzelmeket keltenek és nem tartom fontosnak, hogy azokat szavakkal körül írjam. A nézők gyönyörködjenek a színfoltokban, hiszen azok önmaguk helyett beszélnek. Ha valaki azt kérdezi, mit ábrázol a mű, a válasz egyszerű. Színeket, formákat, fényeket, árnyakat. John Lennon Londonban nagy reklámmal beharangozott kiállítást rendezett. Rajongóit különös trükkel lepte meg. A híres galériában a közönség legnagyobb meglepetésére egyetlen kép sem volt kiállítva. Csak az utolsó terem falán függött egy pici képkeret. És benne a három betűből álló U szó. London kiállításra járó közönsége napokon át erről beszélt. A tárlat rendezőjétől valaki azt kérdezte: Lehet-e a megdöbbenést tovább fokozni? Mire jött a spontán válasz? Lehet. Még nagyobb lett volna a meglepetés, ha még az a kis képkeret sem lett volna a falon. Az ötlet atya a képkeretben látható Jú szócska üzenetét is megfogalmazta: Néző, te vagy az új világ megálmodója! Neked kell az idejét múlt civilizációt, kultúrát,